Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja néhány nap múlva a gyerekek visszajönnek az iskolapadba, ami nem csak a legkisebbeknek, az első osztályosoknak lehet egy izgalmas kezdet, hanem bizony a nyolcadik osztályosoknak is, hiszen előttük áll egy hatalmas mérföldkő, úgymond, mégpedig a felvételi vendégem, Gyegyedes Zsuzsanna, magyar tanárnő, aki nemrég indította el a kimondottan felvételi előkészítő foglalkozását. Köszöntelek! Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is. Szerintem kezdjük rögtön a legelején, hogy milyen célral hoztad létre a kis vállalkozás foglalkozásodat, foglalkozásodat, az a Zsuzsa névre hallgat, ha jól tudom. Így van, a Zsuzsa, a magyar tanár. Ez lett a fantázia neve a vállalkozásomnak. Egyéni vállalkozás kereteiben, de főállás mellett szeretnék gyerekekkel foglalkozni. Első körben ezt a felvételi előkészítőt hirdettem meg két helyszínen. A középtávú terveim között ugyanez a kurzus immár hatodikosok részére is megvalósulhat, illetve szeretnék úgynevezett követő foglalkozásokat is tartani. Itt évfolyamonként gyűjteném össze majd később a gyerekeket. Ötödikeseknek nyelvtan hatodikosoknak irodalom, olyanoknak, akik kicsit rászorulnak arra, hogy támogassuk őket, vagy netán tanárváltás nehezíti azt, hogy ez ívét lássa a tantárgynak, vagy hát eleve valami kis felzárkóztatásra szorul, és a tanár továbbképzések is szerepelnek a terveim között. Kicsit talán térjünk rá a felvételi előkészítő foglalkozásokra. Miért fontos, hogy egyetlen előkészítővel készüljenek fel a gyerekek a felvételire? Ez egy nagy megmérettetés, sok minden múlik rajta, és természetesen az a legjobb, hogyha az a tanár készíti föl a tanulót a felvételire, aki ötödiktől foglalkozott vele a saját elgondolása rendszere szerint. Azonban több szempont is szól amellett, hogy esetleg ezt a folyamatot ki lehet egészíteni. Hogyha eljár a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan valamiféle felvételi előkészítőre, akkor módja van újfajta magyarázattal, más szemléletmóddal, egy másik tanár rendszerével találkozni, és a a iskolait és az iskolán kívül szerzett tudást összegyúrva, ütköztetve talán még jobban ki tudna kristályosodni a fejében a magyar nyelvtan vagy a magyar irodalom. Hiszen ha orvoshoz megyünk és nagy a baj, akkor több orvosi vélemény, szakvéleményt is szívesen begyűjt az ember, hogy több szempontulag vizsgálja magát. A másik szempont, tehát ugye első volt az új tanár, új stílusú magyarázat, a rendszerezés és az ismétlés. Három év anyaga az, ötödik, hatodik, hetedik osztály, amit a a felvételi számon kér, ez nem kevés. Ugye heti két órában megy a nyelvtan is az irodalom is, tehát hatalmas anyagot kell újra átlátni, újra végig szántani, újból ö, átismételni, és olyan közelségbe hozni, hogy az egy 45 perc alatt pillanatokat elérhető legyen. Hogyha ezt netán költözés, tanárváltás vagy iskolaváltás nehezítette, akkor kifejezetten ajánlott, hogy egy a tudást felfrissítő összegszű kurzuson részt vegyen a gyerek. Illetve egy felvétel előkészítőnek kifejezetten célja, hogy felvételi típus feladatokkal is megismertesse a tanulót, és így módon kerek egészé állhat össze a fejében a tananyag. Az is előfordulhat, hogy a tanuló szorgalma is változott az évek során, és esetleg 5 6 még nem volt annyira motivált, és nem tanult teljes erőbedobással. 7 8 azonban már lettek komoly céljai, és visszamenőleg nem biztos, hogy boldogul egyedül az 5 -es, 6 elmaradt, vagy hiányosan megtanult tananyag részek elsajátításában. Vannak olyan tanulók is, akiknek mindig is gyengébben ment a magyar, és egy jó felvételi előkészítő kurzus az ő esetükben is hiánypótló lehet. Megszűnhet a nyelvtaniránti ellenállásuk és rálátásuk a magyar nyelv rendszerére megnőhet. És nem utolsó sorban, de a végén említeném meg, hogyha a tanulót beiratkozva, akár magántanárhoz, akár csoportos felvételi előkészítőre, rákényszerítjük, hogy heti egyszer foglalkozzon kifejezetten a felvételi típus feladatokkal az ismétléssel, felelevenítse az eddig tanultakat, akkor nem kampányszerűen decemberben ízbe kapva fog készülni, hanem heti rendszerességgel, módszeresen és tapasztalt szakember vezetése mellett tud készülni. Mikor kezdődnek a foglalkozások? Szeptember első hetében indulunk, két helyszínen, az ifjúsági és a Hunyadi Városi Közösségi Házban. Az ifjúsági otthonban keddi időpont, és a Hunyadi Városban pedig egy csütörtök délután, négy órás időpont. Ezek, ha jól sejtem, akkor csoportos foglalkozások. Így van, így lesznek. Van. Hány fővel lehet kényelmesen dolgozni, hogyha van esetleg valamilyen korlátja? Korlátja alapvetően nincs. Nyilván minél optimálisabb a létszám, annál egyéniben tudok minden gyerekkel foglalkozni. Az iskolában ezt 26-30 főre is évek óta. Megoldom, hiszen 2004 óta van központi felvételi. Én pont ebben az évben álltam munkába a Kormi Mátyás Általános Iskolában, és felvételi előkészítőt is azóta és minden évben tartok. De én azt gondolom, hogy egy 10 plusz-minusz fővel fogunk körülbelül menni. Ez teljesen ideális létszám. A foglalkozás, illetve a vállalkozás oldalán, közösségi oldalán olvasható az is, hogy sajátos módszertannal bánsz foglalkozol a gyerekekkel. Ezt egy kicsit fejst kéne ki, Kérlek. Először is induljunk ki abból, hogy mi a vállalkozásomnak a jelmondata, ha szabad ilyet mondani. Tanulás, isszel és, és lélekkel hogyan kell ezt érteni. Azt szeretném nyújtani a tanítványaimnak, hogy szeretném megtanítani nekik, hogyan szerezzenek minél gyorsabban és minél hatékonyabban tudást, hogy felfedezésként éljenek meg minden órát, hogy tanulásmódszertani eszközöket is szeretek a kezükbe adni, hogy ne kínlódás legyen a tanulás, hanem öröm. Ez az észszel része, illetve mindezt lélekkel tesszük, az a szívvel és lélekkel, teljes erőbedobással, nagy odaadással, a magam részéről és a gyerekek részéről is sok humorral és munkával, és eközben megtanuljuk egymást tisztelni, egymás véleményét meghallgatni, egymás megoldásait átfolyatni magunkon, és aztán a jó megoldásokat pedig megérteni és elfogadni, a hibáinkkal is szembenézni. Tanulás észszel és lélekkel. Úgy gondolom, hogy ez a kettő csak kéz a kézben haladhat előre, és érhetünk el ténylegesen eredményt. Egy-egy ilyen előkészítő óra majd 60 perces lesz, ha jól tudom. Hogyan épül föl? Koncepció a következő. Az óra mindig ismétlésből áll. Haladunk szépen sorban tematikus egységenként. Ötödikes anyagok, hatodikos anyagok, hetedikes anyagok. Mindig kapnak a gyerekek valamiféle leckét, mondatírás, feladatlap, ezeket általában én állítom össze, hogy nagyon sűrítettek, nagyon célzottak legyenek. Mindig tudáspróba is van, tehát a nélkül nem működik a dolog. Ne hívjuk dolgozatnak, hiszen jegyet nem fogok ráadni, csak folyamatos visszajelzést kapnak a gyerekek, hogy ha ebből a témakörből kaptál volna most feladatot a felvételén, akkor ennyi százalékot értél volna el. És minden egyes kis fejezetnek a záró momentuma, hogy felvételi típus feladatokat kapnak mindig egy-csokrot. egy, -egy csokrot. Tehát Igyekszem mindig úgy összeválogatni, hogy rengeteg féle legyen a lapon. De azért mégis így ez egy korlátozott mennyiség, egy átlátható lap mennyiség, tehát hogy nem is rettem meg tőle a gyerek, de azért mégis uh, sűrítve ott van neki, hogy uh, ebből, amit főnév témakörből, párosítós, kiegészítős, uh, így a stb. típus feladatok vannak. És uh, párhuzamosan ezzel a anyagot meg egy-két irodalmi vonatkozást is ismétlő részekkel fogalmazás tanítás is zajlik, tehát mindig érvelő fogalmazás szokott lenni az utóbbi években a felvételiben. Ennek a stratégiáját megtanuljuk, és utána hétről hétre a gyerekek szorgalmától függően óráról órára akár, vagy akár óráról órára két-két fogalmazást is be lehet nyújtani, és ezt én nagy szeretettel kiavítom, megbeszéljük majd a tanulságokat, hogy aztán egyre jobbak legyenek a fogalmazások, illetve egyre gyorsabbak, hiszen az egyik rákfenéje a felvételének, hogy mindössze 45 perc, és mivel a tesztel képtelenség 30 perc alatt végezni, a fogalmazás 12-15 perc alatt meg kell, hogy szülessen. Az eddigi tapasztalataid alapján melyek azok a területek, amik a leginkább hiányosak a gyerekek tudásában? Évfolyamukra lebontva tudom mondani. 5. osztályos anyagból mással hangzó törvények, mind az elmélet, mind a helyesírás, az alapelvek egyéb más részletei is, illetve az állandósult szókapcsolatok a legkritikusabbak. Közmondás, szólás. Azok a tanulók, akik keveset forognak ö, idős emberek ö, között, ö, nem hallanak ö, eleget ezekből az állandósult szókapcsolatokból, küzdenek ezzel a témakörrel. Ezt még ö, ugye ronthatja ezt a helyzetet, hogyha nem is olvasnak. Tehát se szóban, se írásban nem szembesülnek a nyelvnek ezzel a kicsit régiesebb rétegével. Mind a mellett azt gondolom, hogy a művelt köznyelvnek ez is része, és ö, a legfontosabbakat a felvétél előkészítőn is végig veszük, begyakoroljuk. Hatodik év folyamon a szófajok felismerése szokott gondot okozni. Ezen belül is, hogyha kétarcú szófaj jön elénk, illetve a legnehezebb a tulajdonnevek és azok íképzős alakjainak helyesírása. Hetedik osztályból ugye végig ott a mondatrészeket vesszük, de a legnehezebb az állítmányfajtáinak felismerése. Nagyon sok gondot okoz a gyerekeknek eligazodni a határozók labirintusában, illetve van egy olyan típus feladat, mindig az első szokott lenni, amikor valamilyen szójáték van, valami nyelvi lelemény van, valamilyen szóviccen alapuló feladat is szokott lenni, az egy kicsit talán még belső feladatokban is. Ezek az anyanyelvi kompetenciát mérik, a szókincset mérik, hogy tényleg a, mennyire ismeri és tudja alkalmazni a tanuló az anyanyelvét. Tehát ez tényleg olyan, hogy beszélgette e eleget, olvasott-e eleget, tényleg készségszinten elsajátított-e a magyar nyelvet. Sajnos gondolom a digitális eszközök sem segítik ezt túlságosan előre. Inkább ellene hatnak, azt gondolom. A felvételének, pontosabban a jó felvételének ugye az a célja, hogy a diák az ő által a választott iskolába, középiskolába kerüljön be. Hány iskolát, illetve szakot érdemes megjelölni, mi az optimális? Azt lehet mondani, hogy ilyen korlát tulajdonképpen nincsen. Bármennyi iskolát fel lehet a listára venni. Azonban több szempontot ajánlok a kedves szülők és a tanulók figyelmébe, hogy milyen hosszú legyen a lista, illetve mit tartalmazzon. A sorrend, de úgy érdemes kialakítani, hogy a legerősebb iskola álljon az élen, illetve a hátsóbb régiókba az olyan iskolák kerüljenek, ahova már kicsit alacsonyabb pontszámmal is be lehet jutni. Ez, hogyha az iskola típusok szerint is végig akarok rajta menni, akkor a gimnáziumi tagozatoknak célszerű előállni, utána a technikumi tagozatok, és aztán a szakközépiskola. Az is fontos, hogy döntse el a tanuló, hogy mi legyen a tanulmányainak a végpontja. Mert hogyha konkrét konkrétak a pályaválasztási tervei, és tudja, hogy egyetemre szeretne menni, akkor célszerű a gimnázium, vagy valamilyen technikum, ahol szakmát is, és ugye érettségit is szerez, és szakirányú egyetemre már egyenes útja van. Aki gyorsan akar munkába állni, vállalkozásba kezd, vagy netán a szülővállalkozásában szakemberként szeretne érvényesülni, akkor nekik a szakközépiskola való, és akkor ők nyilván ezzel tegyék tele a akár hány számmal a listájukat. Lehet még egy olyan szempont is, hogy mennyire szorul rá a család egy tanulói ösztöndíjra, hiszen a technikumokban és a szakközépiskolákban kapnak a gyerekek a tanulmányi átlagok után ösztöndíjat. És amiről el szoktak feledkezni egy utolsó szempont, hogy mennyi iskolát tagozatot vegyünk föl, az a szóbeli száma. Tehát be lehet írni három-négy gimnáziumot, egy-két technikumot, és amikor végignézzük, hogy hoppá, ez 10 szóbeli felvételit jelent például, akkor akkor azért érdemes végig gondolni, hogy biztos ez, hogy két hét alatt, kb. két hét a, a, szóbeli időszak biztos, hogy ennyire fel tud készülni. Bejelölöm a biológia tagozatot is, igen, ám, de ott biológia, kémia, szóbeli felvételi, meg angolra is megyek, akkor az majd, hogy nem egy nyelvvizsgányi e, témakör, vagy netán ügyes vagyok rajzból, és megpróbálom a művészetit, de ott egy komplet portfóliót kell benyújtani. Ezek mind-mind nagyon időigényes és komoly készülést igénylő feladatok, tehát ezt is érdemes figyelembe venni, hogy ne terheljük túl a gyereket, ne forgácsolódjon szét a szóbeli időszakban sem, hiszen akkor, ha akkor akar felkészülni, akkor előfordulhat, hogy az iskolából is hiányzik, a felvételik miatt egy egészséges egyensúlyt valahogy meg kell tudni találni. Akár így a szóbeli kapcsán is jöhet a kérdés, hogy azt a stressz helyzetet, ami ilyenkor éri a gyerekeket, a diákokat, hogyan lehet csökkenteni? Én például a személyes tapasztalatom alapján tudom, hogy annó, amikor felvétel listem, olyan sokba kerültem, hogy szinte nem is emlékszem, hogy mi történt az idő alatt, akár a szóbeli, akár az írásbeli alatt. Hogyan lehet ezt csökkenteni? Mi a tanácsod? Több szempont van itt is. A gyereken is nagyon sok múlik, a szülőn is nagyon sok múlik, illetve azon a egy konkrét napon is az összes körülményen nagyon sok múlik. A gyerek esetében azt gondolom, hogy a stressz leginkább azzal csökkenthető, hogyha a gyakorlást akár ötödiktől, vagy ha most jött meg az eszünk, akkor nyolcadiktól beiktatjuk az Életünkbe. Minél biztosabb tudás áll a rendelkezésünkre, annál kisebb a stressz. Ha a típus feladatokat minél rutinszerűbben tudjuk megoldani, minél szélesebb körülön tájékozódtunk, hogy mi várhat ránk, annál kisebb a stressz. Ha írtunk elég próba felvételit időre akkor már nem ér váratlanul bennünket, mikor fölpillantunk, hogy hoppá már negyed óra elment, és még csak a harmadik feladatnál vagyok. Ott tudom beosztani már az időmet. Illetve a már említett fogalmazás, azzal nem szabad, hogy elszaladjon az idő. Féli alatt az én kurzusomon is fel lehet készülni arra, hogy először még csak 30 perc alatt tud megírni egy jó fogalmazást, de itt a cél az, hogy jó fogalmazást minél rövidebb idő alatt tudjon megírni. Tehát akkor gyakorlás volt a kulszó mind a négy esetben. Most nézzük a kedves szülőket, hogy miben tudnak segíteni a gyereknek a stressz kezelésében. A legfontosabb, hogy lelki támaszt nyújtsanak. Ne sokkolják a gyerekeket, ne tegyenek feleslegesen nagy terhet a vállukra, nem kell azt súlykolni mindig, hogy minden ezen múlik, mert egyrészt nem minden ezen múlik, illetve át kell beszélni a teljes felvételi folyamatot, hogy mi minden számít még, hogy nem csak ez a kétszer pont ö, nyom sokat alatba, hanem szakmai felvételi, például a művészeti iskolákban, vagy a sporttagozatokon, vagy a szóbeli, ha van akkor milyen arányban számítódik be abban az iskolában? Illetve menekülő útvonalnak a fellebbezés is ott van. Még nekem volt már olyan tanítványom, aki egészen augusztus 28-ig úgy tudta, hogy a második helyen megjelölt helyre került csak be, és a fellebbezése viszont ott volt az első helyes iskolában. Valaki hirtelen váratlan költözés miatt kijelentkezett, és neki megnyílt az út. Tehát, hogy tényleg az utolsó percig, még akár a fellebbezésben is bízhatunk. Ha a szülők támogatják a gyerekeket abban, hogyha tényleg szükségük van rá, mert lemaradtak, vagy bizonytalanok, hogy szakemberrel tudják átnézni a tanultakat. Az, hogy jó stratégiai szerint állítsuk össze a megcélzott iskolák listáját, ez is nagyon fontos. Mert hogyha a reális célokat tűzünk ki a gyerek elé, akkor nem lehet akkor a csalódás sem, hogy összezuhanyom, vagy hogy a stressz összenyomja a gyereket. Persze Természetesen lehet álomiskolát a cél mezőbe helyezni, az első helyre írni, de érdemes a pedagógussal és magával a tanulóval konzultálva eldönteni, hogy mely iskolák, mely tagozatok kerüljenek a listára, és akkor nem következik be az a helyzet, hogy túl magasra helyeztük a lécet, és ez agyonnyomja a gyerek egész féléves készülését. Még segíthet a stressz kezelésében, vagy elkerülésében, hogy a második, harmadik helyre is olyasmi iskolát tegyünk, ami maximálisan elfogadható a tanulónak is ha nem kerül be az első helyre, akkor az sem csalódásként éli meg. Tehát tudja, hogyha valamit elront, vagy tényleg hibázik, picit kevesebb lesz a pontszám, még a második-harmadik helyen megjelölt intézményben is nagyon jó helye lehet. Kulcsfontosságú az egész folyamatban, hogy mindig a gyerek igényeiből és érdeklődéseiből induljon ki a listának az összeállítása, mert akkor tud teljes lendülettel dolgozni, akkor érzi saját magáénak a tanulási folyamatot is, és ezt még zárja az aznapi nap, a helyszín körüli teendők. Nagyon tudatosan kell erre a napra is készülni, hogy ne pánik hangulat uralkodjon, és a tanulót úgy engedjük oda aznap, hogy arról biztosítsuk, hogy akkor is szeretjük, hogyha mégsem sikerülne. Aludja ki magát, az utolsó nap már ne tanuljon, menet közben is igyon vizet, nézze az órát, legyen nála saját óra, egy-két ilyen apró kis technikai dolog, de ezt ha mindet előre tudja, hogy ez őt mind segíteni fogja, és tendenciózusan felépíti ezt a rendszert szülő és gyerek, és pedagógus, akkor biztos vagyok benne, hogy minimális stresszel Szépen át tudják vészelni ezeket a vészterhes időszakokat. És persze, ugye a felkészülést térjünk vissza arra, hogy meddig jelentkezhetnek a gyerekek a felkészítésre. Augusztus 31-ig korán kelő kedvezménnyel, és utána még szeptember 5-ig, 6-ig egy picit magasabb áron, 7-től indulna csütörtöktől az egyik, és kivételesen pénteken indul a másik, és utána pedig beállunk szépen a kert csütörtökre. Tehát tulajdonképpen még majdnem két hét van. A arra, hogy meggondolják a kedves szülők vagy a gyerekek, és tájékozódjanak, hogy milyen más lehetőségek vannak, hogy kinek felel meg jobban a magántanár, ki az, aki szívesen csatlakozna egy ösztönző, inspiráló csoporthoz, ahol ö, olyan gyerekekkel ülhet együtt, akiket ugyanaz a cél vezérel, ugyanaz a motor hajtja őket, és ez egyébként nagyon ö, kedvezően tudhatni a gyerekek munkamorájára, hogyha egy olyan közegben tanul, ahol látja, hogy mindenki ír leckét, mindenki határidőre bead mindent, ami esetleg az iskolában nem feltétlenül az egész osztályra jellemző, mert halul motivált tanulók is ülhetnek a szokásos iskolai közegben. Záró gondolatként arra vagyok kíváncsi, hogy mik a jövőbeni céljaid van -e esetleg öt éves terved a vállalkozással, foglalkozással kapcsolatban. Köszönöm a kérdést. Én is nagyon izgatott vagyok, hiszen egy körülbelül negyed évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy talán etéren is kipróbáljam magamat. A tehetséggondozás mindig is a szívügyem volt, és felvétel előkészítő is tulajdonképpen ebbe a vonulatba illik bele, hiszen magas színvonalon kell tudni ö, átadni a tudást a gyerekeknek. És ö, kidolgoztam egy saját módszertant, és ezzel visszacsatolok még az első kérdésedre is. Úgynevezett rigmusokba foglaltam a teljes felsős anyagot egy ilyen 60 tanító versikébe, és ö, ezeket szoktam segítségül hívni a kicsit bonyolultabb, nehézkesebb helyesírási kérdéseknél, vagy nyelvtani szabályoknál, és ö, ezt a én általam Rigmusnak nevezett tanítóvers rendszert szeretném kidolgozni, ennek a metodikáját végre papírra vetni, és ebből tanár továbbképzéseket tartani magam köré gyűjteni, ha van érdeklődés, olyan pedagógusokat, akik szívesen motiválnák egy ilyen módszerrel a gyerekeiket a nyelvtanórán, és ebből csinálnám az online kurzusaimat is, és így. Olyanok is részesülhetnének benne, akiket személyesen nem ismerhetek meg. Köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk mindezt, és én további sikeres tanévkezdést, tanévet kívánok neked. Én pedig köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel várom a jelentkezőket az előkészítőmre.